Marko Tomicevic óbecsei kajakost, aki az idei olimpiai játékokon ezüstérmet szerzett kajak kettesben 1000 méteren, tegnap ünnepélyesen fogadták Picóderben a háza előtt. A Branko Radičević utcában összegyűlt a város apraja nagyja, hogy gratulációikat és örömüket fejezzék ki a sportolónak az elért eredményei miatt. Miután a belgrádi reptéren üdvözölték Szerbia sportolóit, akik részt vettek az olimpián, Marko hazafelé indult, nem is sejtve, hogy szomszédjai a helyi önkormányzat és a Picóder Polgári Egyesület támogatásával nem mindennapi fogadást szerveztek számára. Szülei és utcabeli barátai süteményeket, tortát készítettek, feldíszítették a házat, majd lelkesen várták, hogy megérkezzen a bajnok. A hazaérkezéskor kapott számos gratuláció, megható szó és örömkönnyek hatására Marko is elérzékenyült. Moj cilj je bila zlatna medalja, ali ne možemo biti nezahvalni. Az én célom az aranyérem volt, de nincs miért panaszkodnunk. Boldog vagyok ezzel az éremmel is, főleg, hogy ami a kajakot illeti, nagyon sok idő, 32 év után szerzett itteni sportoló olimpiai érmet. Ahogy én tudom, Óbecsén rajtam kívül még egy valaki rendelkezik olimpiai éremmel, Bugárszki kézilabdában. Büszke vagyok, hogy képviselhettem az utcámat, akik ma egy ilyen csodálatos fogadtatásban részesítettek, valamint a városomat és az országomat. Mi semmit sem tudtunk erről. Mi szülők még tegnap elmentünk Belgrádba Markóért, a fogadásra a reptérre. Mikor Marko hazaért és meglátta mindezt, elsírta magát. A tegnapi belgrádi fogadást nem könnyezte meg. Ez csodálatos. Mindenki erről álmodik, és amikor valaki megnyeri és kézbe veszi az érmet, az csak ő tudja elmondani, milyen érzés. Az anyja magán kívül volt, a szomszédok hallották, hogy szurkolt a fiának. Ez valami leírhatatlan. A szomszédok és barátok mellett a sikeres kajakost Deján Terzic, a Városi Tanács sporttal és ifjúsággal megbízott tagja, illetve a Picóder Polgári Egyesület tagjai is büszkén fogadták. Megtisztelő, hogy a szomszédok, akik Marko mellett élnek, kezdeményeztek egy ilyen jellegű fogadást a számára, kifejezetten az ő utcájában. Ez is azt mutatja, hogy mennyire büszkék rá, hogy milyen jó sportolónak, szomszédnak, barátnak tartják őt. Pénteken kerül sor a hivatalos fogadtatásra a Városházán, ahol jelen lesz majd a polgármester a meghívottakkal együtt, ahogyan Marko Novakovics és Szilágyi Csaba is, akik szintén szépen képviseltek minket az olimpián. Büszkék vagyunk rájuk, és ők a mi bajnokaink, ahogy Marko is. Mégiscsak Marko érmet szerzett az olimpiai játékokon, ami minden sportoló nagy álma. Ez egy fantasztikus eredmény, ahogy a szerb sportnak, úgy az óbecseinek is. Úgy gondolom, hogy a jövőben minden sportolónk, akik bármilyen eredményt érnek el, legalább ilyen, ehhez hasonló, vagy még nagyobb fogadtatásban kellene, hogy részesüljenek. A Tomicevic ház előtt késő estig tartott az ünneplés. A jó hangulatért tambura zenekar felelt, a szomszédok pedig a sportolóval fényképezkedve örökítették meg a nem mindennapi pillanatot. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk, mert a szomszédunk érmet nyert. Nem is aludtunk, állandóan néztük a tévében. Minden jót kívánunk neki, és hogy Tokióban még két érmet nyerjen. Épp Markónak is mondtam, hogy el tudom képzelni, milyen lehet most az anyukájának, ha még én is ilyen izgatott vagyok mindez miatt. Csodás esemény. Szép ilyet látni, hallani, és egy ilyen ember szomszédjának lenni. Ponos Picódera! Ő Picóder büszkesége. Mind meg vagyunk tisztelve, és izgatottak vagyunk. Nem is tudom leírni azt, amikor megnyerték az érmet. Az valami őrület volt itt a Picóderban. Valódi ünnep. A közös fényképezkedés mellett a gyerekek alig várták, hogy a kezükbe vehessék és kipróbálhassák az olimpiai érmet, hogy így ők is néhány perc erejéig bajnoknak érezzék magukat. Nagyon szép volt a fogadás, és nagyon megörültünk, amikor Marko ideért. Ez csodálatos. Én is szeretnék kajakos lenni. Mind izgatottan és boldogan szaladtunk oda hozzá, hogy megismerjük. Minden olimpiai játékot követtem, amelyen részt vettünk, és nagyon elégedett vagyok, hogy ennyi sportolónk egyáltalán eljutott Rióba, és hogy ennyi érmet nyertünk. Nagyon boldog voltam, amikor megismerhettem valakit, aki volt az olimpián az egész világ előtt, és kajakban második lett az egész világ előtt.
Biztos nagyon igyekezett a második helyért az egész világon. Marko Tomićević először 2012-ben vett részt az olimpiai játékokon Londonban. Akkor a 10. helyen végzett. Elmondása szerint idén Marko Novaković és Nebojša Grujić is esélyesek voltak a győzelemre, viszont a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt Novakovićnak nem sikerült bejutnia a fináléba. Mindezek ellenére Tomićević nagyon büszke a kollégáira és az összes képviselőnkre, akik minden tőlük telhetőt megtettek a győzelem érdekében.